Szevasztok, ez itt a Gameplay iroda és a No Man's Sky 1-es gameplayünk. Igen, már mindenki játszott ezzel a játékkal, akit érdekelt és aki akart nekem, a Gamescom miatt kimaradt, de ami késik nem múlik, hát, kezdjük el, nem az elejéről és nem nulláról indulok, már valamennyi órát beletettem a játékba, lesz ami lesz. Előjáróban se jót, se rosszat nem mondanék az eddigi tapasztalataimról, de legyen itt vágatlanul a játék kezdése. Hello? Lehet nézelődni. Csak egyszer látnék meg egy Game Day iroda nevű bolygót. Csak egyszer. Hát ez volt a kis procedurális töltés, és nem emlékszem, hogy hol vagyok. Annyira nyomi ez a hajó. De most őszintén, elhiszitek, hogy ez így amúgy el tudja hagyni a bolygó légkörét? El tudja, no spoiler, el tudja, hát ez az én hajóm, ezzel repülök, de hogy... Igen. Hogyha emlékeztek a Doom gameplayre, kaptam egy 60 FPS-es rögzítőkártyát, és ott szükség is volt arra nagyon király rögzítőkártyára, mert gyönyörűen futott a PS4-en 60 FPS-ben a Doom. Na, nem tudom, én úgy érzem, hogy a No Man's Sky-nál nincs szükségem a 60 FPS-es rögzítőkártyára. Yes, ezt is a birtokunkba kerítettük. Ami nem igaz, csak discovered. És mentettünk. Ha már itt vagyunk, nézzünk körbe. Upgrade, mindig. Ez a játék arról szól, hogy upgrade. És itt valami csete paté volt. New tech. Wow. A Viken nyelvből megtanultuk a Viken szót. Mert hogy az űrlények ilyen halandzsába beszélnek velünk, és csak azt a részét értjük a szövegüknek, amit már megtanultunk. Gondolom nem spoilerezek azzal, ha elmondom, hogy ez egy túlélő játék. És mint olyan, eddig igen érdekes. Ez a legmegfelelőbb szó, amit tudok rá használni. Arra majd később szeretnék visszatérni, hogy a No Man's Sky az így csalódás-e, vagy nem csalódás-e. Kinek mi? De még játszanom kell vele egy jó nagy sort. Hogy állást foglalhassak. Sose ítélj elsőre. Mindig próbálj meg bemenni a dolgok mögé, megnézni, hogy tényleg úgy van-e, ahogy. Nehogy a végén csak az legyen, hogy mások szavára hallgatsz. És itt most a Gamedayroda videókat is értem. Meg kell tapasztalni a dolgokat is, és utána ítéletet mondani. Ha nem volna világos, plutóniumot bányászunk éppen. Mondjuk nem tudom miért, van egy olyan tippem, hogy inventory full, és igazából eddig ebben a játékban a legtöbbet hallott üzenet az ez volt. Hát te meg ki vagy? Trade itt. Trade terminál. De jó. Akkor itt most adjuk is el a dolgainkat, hogy ne legyen annyira
tele. Az az inventory. Bányászunk, gyűjtögetünk, lootolunk, tervrajzokat szerzünk, fejlesztjük magunkat, és fogalmam sincs, hogy hova fog kifutni ez az egész. Tényleg direkt nem olvastam utána. Most még csak próbálok belehelyezkedni abba a hangulatba, amiről úgy gondolták a fejlesztők, hogy ez a világ legjobb, bocsánat, játéka lesz. És no offense, a köhögés az teljesen igazi volt, ez nem ilyen legjobb játék valaha. Ez a multi-toolunk, ezzel tudunk bányászni, meg lövöldözni. Ez a hajónk, és itt van a kis saját inventorink, és nem tudom, hogy ez miért van nálunk. Live support berendezésünk töltésre szorul, és tele vagyunk plutóniummal, ami egy csomó mindent működtet, úgyhogy ezt most föltöltöttük. És a Starshipból a felszállás segítő, ilyen thruster, az kapott most tőlünk egy boostot. Na, ő ha meglátna, akkor hívná a többi ilyet, és lövöldöznének rám. Még nem tudom, hogy miért, ne kérdezzétek, nem is érdekel. Ó, ez mi? Exosuit upgrade. Yes! Yes! Plusz egy inventory slot! El se hiszem. Ez olyan, mint az arany. Ez az első. Azóta, hogy játszom. Értitek? Eddig sehol nem találtam semmi ilyesmit. Gold. Sutty. Sutty. Nem tudom, hogy mihez kell, eddig nem találtam olyan receptet, amihez kellett volna. De, ajj, takarodjatok már. És nincs pisztolymódom, nincs pisztolymódom ehhez. Ide ne hívd a hajaljaidat. Ott megy a feje fölött az a kis felkiáltójel. És hogyha az körbeír, akkor hív erősítést. Szóval, éppen abban voltam, hogy elmondjam, hogy nem találtam még olyan receptet, olyan blueprintet, ami aranyat igényelt volna. De legrosszabb esetben is eladjuk, mert az arany itt is elég sokat ér. Itt a másik. Szétesik a robot. Kibelezhetjük. Neutrino module. Azt jó drágán tudjuk eladni. Keen szenvedés volt nekem a játék eleje, és akkor aki most nem akar spoilert hallani, az ne figyeljen, de ugye úgy kezdődik az egész, hogy te csak így vagy, és van a lerobbant hajód. És ezt az upgrade helyet megint megnézzük. És annyit kell gyalogolni és gyűjtögetni, hogy fú. Kicsit ilyen Xenoblade Chronicles utóérzésem volt, hogy ez az ismerd meg, hogy milyen nagy a világ, amit csináltunk neked. És amúgy unatkozz benne egy jó darabig az elején, amíg meg nem kapod a járművet. De a Xenoblade Chronicles-ben azért éreztem, hogy haladok valamennyire. Itt nem. Itt nem. Exosuit upgrade, ez is. Mi történik ma? Mi történik ma? Úristen, így legyen ötösöm a lottón. Esküszöm, amíg nem kapcsoltam be a kamerát, hogy fölvegyem a Game Day részt, semmit nem találtam. Alumínium. Szedjük szét. Szedjük ki, szedjük ki, szedjük ki. Legalább meg tudom mutatni azt, hogy hogyha itt ezt így bányászom ezt a részt, akkor az úgy ott marad. Világos, nem? Tehát, hogy ez amúgy alap. Leszálltam egy random bolygón. Egy óriási bazinagy űrhajó mellett. És most így keresgélek. Alig van valami segítség a játékban. Nagyon ritkán mondják meg neked, hogy mit csinálj. És hogyha overheatelt a fegyvered, akkor attól még így a követ szét lehet ütni. Látjátok? Hogy bányászok? Így. Két kezemmel. Mondjuk előbb is megnézhettem volna,
hogy az alumínium az milyen osztályba tartozik. Rare, oké, az azt jelenti, hogy legalább jó drágán el lehet adni. Nagyon ritkán segít a játék téged abban, hogy mi a francot kéne csinálni, teljesen rád van bízva. De, amit tudok, és amire emlékszem, hogy nekem ezt a Hyper Drive-omat kell feltölteni, ezt a Warp Cell-t nagyon nehezen szereztem meg, és ugye látjátok, hogy 20%-on van a műszer, ez ahhoz kell, hogy ott van FTL, tehát Faster Than Light, hát ilyen hiper űrugrást tudjunk vele csinálni, nem tudom miért, de majd fogunk olyat csinálni, de úgy gondoltam, hogy hát ha már megépítettem ezt a hajtóművet, azért még körülnézek ezen a bolygón, például, hogy ez az alumínium darabka, meg azok az alumínium darabkák, azok így hogy érzik magukat, srácok, minden rendben? Meghívtak-e már benneteket az X-Menbe, mert hogy tudtok lebegni? Ha más szuperképességetek nincs is. Azon kívül, hogy nagyon alumíniumok vagytok. Azért nem hívták meg őket az X-Menbe, mert ennyi őket legyőzni. Ennyi. Ennyi. Rettegjen minden lebegő alumínium darab. Itt van az én kis multi-toolom, ami a sok bányászástól majdnem lemerült teljesen, és majdnem mindent plutóniummal lehet ügyesen tölteni, úgyhogy ez most megtörtént. Illetve, hogyha menekülőre kéne fognom, akkor már inkább jó előre föltöltöm a felszálló hajtóművet. Hogy hívják ezt? Azt. Life Support Systems at 5%? Magyar-angolul? Ezt miért nem vettem észre? New technology. Igen, ezt eddig átugrottam. Ott van, hogy mit tud, ott van, hogy mibe szerelhető, és hogy mi kell ahhoz, hogy kikraftold, ennyi. És utána kvázi ilyen kis kártyákként itt látható ez a Stamina Enhancement Sigma, ami be van nekem téve az inventoriba is, igazából attól, hogy bent van az inventorimba, onnantól aktív. Itt van a hajó inventoriában a Photon Cannon, itt van a Phase Beam, itt van ez a Hyperdrive, amiről beszéltem, és itt van a Multi-Toolom összes kis extrája. Mining Beam, bla 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 bla, és azt kell tudnotok, hogy egy ilyen kis vízipisztolyjal indít a játék, aminek van azt hiszem 3 slotja. Tehát ez már megváltás. Figyeljetek, sprint. Ennyivel gyorsabb, és ott jobb lent látszik, hogy milyen gyorsan merül egyébként, ez most azért nem annyira gyorsan merül, mert ugye ott van az a Stamina Enhancement, amit kifejlesztettem magamnak, mert amúgy 0 másodpercet tud sprintelni a csávónk, és valami elképesztő unalmas a játék eleje, mert így csak is sétálsz, és akkor gyűjtöttünk egy kis karbont. Hú, kőfejtő Imre. Volt ilyen az elején, a vízipisztollyal. Ezt csináltam. És most rákényszerítelek benneteket, hogy nézzétek. No Man's Sky. Kőfejtés a jövőben. Kedves kollégák, ez volt az Ősember Szimulátor 3000. Takarodjatok! Takarodj! Takarodj, takarodj, takarodj! Hú. Inventory full! Ne szórakozz már velem! Annyira gyűlöllek! Na jó. Akkor ennyit mára. Ősember Szimulátor 3000. Egy kis kakaót adunk rá. Fölhúzzuk a hajó orrát. Ott egy másik bolygó. Begyújtjuk a rakétákat. És csapatjuk.
Wow! És átértünk a másik bolygóra. Yeah! Vészfék! Landolás! A következő részben folytatása következik. Szevasztok! Ez mi? Ez mi? Egy ugráló bokor. Érted? Egy ugráló bokor. Be lehet csukni az internetet már. Vége.